és Jászai Nyari díjas magyar színész, rendező. 80-ban végzett a Színház és Művészeti Főiskolán, és a Kaposvári Csiki Gergely Színház tagja volt 2002-ben. Igen, és utána pedig a katona, budapesti katona és a színház tagja vagyok, és most hozzátok jöttem, hogy meséket mondjak nektek. Először is, tudjátok-e, hogy milyen nap van ma? Kert. Na de, akkor nem úgy, hanem hogy november 11-én milyen nap volt. Kinek volt a névnapja? Igen? Szent Márton. Mártonnak, aztán volt egy Szent Márton is, de Márton névnap. És miről híres ez a Márton nap? Mit tudtok róla? Igen? Hogy libát. És miért? Mert jó. Hát bizony, képzeljed el, igen. Nem. Igen? Azért, mert jó is, de tulajdonképpen arról van szó, hogy régen, ugye nyáron, tehát vagy tavasszal kikeltek a kislibák, és akkor nyár végéig, ilyen novemberig szépen meghíztak, és november 11-én a legenda szerint Márton naphoz kötötték, de tulajdonképpen itt kezdték el levágni a libákat, hogy innentől kezdve ugye téli eleség lett, főleg aztán ment karácsonyra félretették, tulajdonképpen innentől kezdve már nem tudták jól kintartani a libákat, mert már nem volt kint eleség, tehát le kellett őket vágni. Most mesélek nektek a libákról egy szép mesét, jó, hogyha érdekel. Rókáné foga liba combra vágy. Hely, Rókáné, komámasszony, ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Ezt kérdem én tőled. Mit gondoltam, kérdi alázatosan Rókáné, komámasszony, ugyan mit gondoltam volna, kedves Elek nagyapó? Semmit, de semmit nem gondoltam, csak hazúról elindultam. Hiszi a piszi, mondtam én magamban, mert ismerem én a komámasszonyt. Mindig rosszban sántikál, de azért csak hagytam, hadd menjen útjára. Tudom, mindjárt kisül, hogy megint ravaszkodik, mesterkedik ő kigyelme. Hát csak néztem a komámasszony után, hadd lám, mit csinál. No, egyebet nem csinált, csak billeget, ballagott, megállt, körülnézett, szimatolt, aztán egyszerre csak egyet ugrott, kettőt szökött. Ott termett a réten, ahol 100 liba legelt. Na, lesz itt most galiba? Helyre jó helyre kerültem, újjongott a komámasszony, és elkezdett nótázni hangosan, hogy csak úgy zengett a lé. 100 liba egy sorba, mennek a templomba, előmegy a gónár, jaj, de szépen sétál, 100 liba egy sorba, érkeik ez. 100 liba egy sorba, mennek a templomba. Előmegy a gúnár, jaj, de szépen sétál, 100 liba egy sorba. De bezzeg, nem ment sorba a 100 liba, mikor komámasszony nótáját meghallotta, hanem nagy gigágolással szaladt, mint a bokorba. Hiszen szaladhattak, mert föld alá mégsem bújhattak. Ott állott előttük a komámasszony, és köszönt nekik illendően. Adj Isten, 100 liba! Gigágágágá, mit akarsz? Kérdezte a gúnár. Nem akarok én semmi rosszat, gúnár koma, kedveskedett komámasszony. Hát akartam én rosszat életemben. Mit gondol rólam, kedves komám uram? Mindig jót akartam, most is azt akarok. Egy-két libát a seregből. Tetszik vagy nem? Felfalok. Hely, sokadalom, lakodalom, lett szörnyű nagy riadalom. Komámasszony, irgalmazzon, könyörögtek mind a libák. De Rókáné komámasszony nagyot toppant, nagyot kiált. Nincs irgalom, kegyelem, mind a 100-at lenyelem. Drága kedves komámasszony, bár csak addig irgalmazzon, könyörögtek a libák, míg elmondunk egy imát. Mondotta a komámasszony, és közben a szemét forgatta, én mindig vallásos voltam, a templomért majd meghódtam, hát csak rajta jó libák, mondjátok el azt az imát.
Hely, 100 liba egy bokorba, imádkoznak szépen sorba. Megkezdi a gúnát. Gigá, gá, 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 gigá, gá, gigá, 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 gigá. Reggel megkezdi, s estig nem végzi, s adta 100 libája, nem várhat sorára, mind a 100 gyújt rája. Gigá, gá, gá, gigá, gá, gá, gigá, 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 gá. Nem lesz ennek soha vége, győzi ám a libagége. Hát én szegény fejem most már mit csináljak? Fussak-e, vagy álljak? Mondanám a mesét tovább, nem engedik a gigágák. Gigágáz a libagége, a mesének itt a vége. Na csináljunk egy próbát, hogy milyen az, amikor 100 liba gigágáz. A fiúk mondják azt, hogy gigá, csak ezt tessék, mondjátok, gigá. Gigá. A lányok meg azt, hogy gigágágá. Gigágágá. Na most egy. Gigágágá. Szavarni azt a rókát, és sok gágazást. Meg is sokat. Azt hiszem. Tudjátok-e, hogy még miről híresek a libák? Melyik városnak a védőszeg? Nem. Rómáé. Képzeljétek el, Róma az éppen egy nagy város volt, a rómaiak laktak ott, és jöttek megtámadni őket hajnalban az etruszkok. És ez egy barbár törzs volt, és másztak föl a várfalon, azt hitték, hogy hajnalra meglepik a katonákat, de bent a várban, bent voltak a libák, és fölriadtak arra, hogy mászkálnak kint a támadók, és elkezdtek kigágágázni, amire fölébredtek a rómaiak, visszaverték az etruszkokat, és a liba lett város védőszentje. Tehát Rómának, ha jártok Rómába, akkor tudjátok, hogy liba a védőszentje Rómának. Na most elmesélem nektek Szent Márton történetét. Tudjátok, hogy Szent Márton melyik városnak a védőszentje? Szombathelyén. Szombathelyen avatták szentté Szent Márton, és ő a város védőszentje. Szent Márton története a következő. Valamikor réges régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak Márton. Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú nagyobb bacska lett, ő is szeretett volna katona lenni, és jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatákban, bátorsága mellett jó szívű is volt, ezért katonatársai megszerették őt. Egy napon épp a város felé lovagoltak, és az út szélén egyszer csak megláttak egy koldust. Hideg volt, a szegény kolduson alig volt valami ruha, reszketett, fázott, és megszólította Márton. Segíts rajtam, megvesz az Isten hideget. Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna a szegény embernek, mert a saját ruháján kívül nem volt rajta semmi más. Hirtelen levette a köntösét, kardjával ketté vágta, és az egyik felét a didergő koldusra terítette. Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a koldusnak. Márton nem sokára otthagyta a hadsereget, és pap lett belőle. Nagyon szerették mindenit, mert jóságos volt, és mindenki segíteni próbált. Az emberek hamarosan meg akarták választani püspöknek. Márton nem akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik, és szolgák veszik körül. Ő ezután is egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől, hogy ne találják meg. Képzeljétek, milyen jó búvó helyet talált. A libák közé bújt az olva. De a libák nem maradtak csendben. Hangosan gágogtak, és gágogásukkal elárulták Márton búvó helyét. Így az emberek megtalálták,
és mégiscsak püspök lett belőle. De azután is ugyanolyan jóságos és szegény maradt, mint előtte. Nagyon sokat segített a szegényeknek, és az emberek egész életében nagyon szerették őt. Megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy mi az, hogy püspök? Igen? Az egy falu. Nem. Püspök az? Egy ember. Egy ember és a templomban. Igen. Igen. Aki megkeresztelje a fiút. A papok is, bármelyik pap. Püspök pap, ez egy rang. A papoknál is, mint a katonáknál vannak rangok. A püspök az egy nagyon magas rang. Tudjátok? Tehát vannak templomok, ahol dolgoznak a papok, és a sok templom az egy püspök alá van rendelve. Úgy is hívják, hogy püspökség. Jó? Most már akkor tudjátok, hogy mi az, hogy is mi. Igen? Bocsánat, de jól mondták, mert is aztának is szentáltan a védőszentet. Azt nem tudtam. Bocsánat, akkor elnézést. Akkor nem tudtam, hogy is a szegnek is Márton a védőszentje. Én azt hittem csak Szombathelyi, vagy legalábbis én eddig nem ismertem. Elnézést kérek. Köszönöm szépen, hogy segítsék. Na akkor nézzük a diafilmet. Ki segít nekem olvasni? Na jó, akkor majd elosztjuk, jó? Én segítek, de akkor ti együtt olvasunk, jó? És na jó, akkor még amíg elkezdődik a film, gágogjunk egyet. Fiúk mit gágogtok? Nem, gigából. Lányok mit gágogtok? Na hallja! Nagyszerű! Isteni libák lesztek! Na ott van, Ludas Matyi! Ludas Matyit ismerem! Jó, akkor lapozzunk. Ott megy a Ludas Matyi a libáival. Csak egy libája van. Na, ki olvasa ki az első jelentesség? Fazeka. Segítek. Fazekas Mihály. Mihály. Költemény. Nye? Költeménye? Mi az, hogy költemény? Az egy vers. Az azt jelenti, hogy vers. Alapján szerkesztette Szilágyi Ferenc. Tehát micsoda a Fazekas Mihály költeménye alapján szerkesztette Szilágyi Ferenc. Akkor odaérkezünk. Na, ott az a szemleges kislány. Erik volt egyszer, a Tiszán innen. Tehát volt egyszer, hol nem volt, a Tiszán innen, menjünk jelen, igen, vagy a Dunán túl. Idáig, tehát volt egyszer, hol nem volt, a Tiszán innen, vagy a Dunán túl. Most itt ez a kisfiú, hol folytat. Már tartunk, elég az. Úgy nehéz, ha jelentkeztek, de nem tudjátok, hol vagytok, akkor semmi értelme. Akkor az a kisfiú folytassa. Már csak elég az, hogy élt egyszer egy sieder nevű. Ide. Mi az, hogy sieder? Kamasz. Ma azt mondanánk, hogy kamasz. Egy olyan 15-16 éves fiúcska. Jó, mehetünk tovább, folytasd. Nem, lapozz. Legény, ott tartott, most pont volt. Olyan haszontalan. Olyan. Valakinek a feje megint belelóg. Olyan haszontalan legény volt ez, hogy csak a napot lopta.